Oké, srácok, szóval nyár elején pár haverral lementünk a Fishing on Orfű nevezetű zenei fesztiválra. Én személy szerint sosem voltam az a durva fesztivál arc, aki könnyékig van tekerve szövet karszalagokkal, sőt, ezelőtt igazából egy darab fesztiválon töltöttem el egy konkrét napot, ami egy kisebb egyetemi fesztivál volt. Igen ez. De ez sem feltétlenül olyan impozánsan nézett ki végig, ahogy azt a gumilabdás videóban lefestettem, inkább valahogy így. Sipi, te szórakozol velem? Miattatok utaztam le ide, kibekúrt 2 órát erre használhatatlan raicod magad. Délután 8:30-kor? Na de a lényeg, hogy idén meg volt a csapat, meg volt a lelkesedés, meg volt a menő fesztiválszandálom, úgyhogy indulhatott is a kaland. A fent említett csapat tagjait képezték Kenék a Homokóra csatornától, nézzetek rá a legjobb magyar epic rabbitulz of history koppintás, Kulturgix Bence és Erzsia, vagy a Hogyan csináljuk minél nagyobb rendetlenséget minél értelmetlenebb okokból című csatorna tulajdonosai, és Latin Papucs, aki végül nem is jött, szóval ő annyira nem is volt a csapat tagja, mindegy. Szia, papucs! A fesztiválra való leutazást Bencével és... Várjál, nem verszállt, ez itt a fura szakállas féllábú Dani és a valamiért máshogy kinéző Bianca az április elsőjei videóból, amit amúgy sem értettem, nem? Nem, csak nem nézted végig azt a videót, haladjunk. Szóval a fesztiválra való leutazást Bencével és Erzsivel oldottam meg, történetesen úgy, hogy bekuncsorogtam magam utasnak mögéjük. Oké, mindenki készen áll az útra? Igen! Egy kétségbeesett telefonálás, egy 3-4 órás várakozás és egy Erzsi segítségünkre siető nagybátyja által történő bebikázás után eme első akadályon sikeresen túl is vergődtünk, folytathatódott, vagyis kezdődhetett. Hát az út Orfűre, pontosabban Pécsre, Bencék ugyanis sznobok és a király sátrazás helyett egy pécsi Airbnb-s lakást választottak alvóhelyül. Na jó, kiszállunk, megkeressük a szállásadót, Dani te pedig addig maradj itt a kocsiban, oké? De hoztok csokit! Igen, hozunk csokit, de akkor ülj itt szépen. Ha! Lecseppent egy esőcsepp. 6 perc. 6 percet töltöttünk a kocsin kívül, és persze, hogy ekkor robban ide ez a fostos orkán. Hát most meg eláll! Gyere vissza, te gyáva! És ekkor én hátradőltem, és naívan kimondtam azt a bizonyos mondatot. Hát, úgy tűnik én megúsztam. Jegyezzétek meg ezt a momentumot. Végül nagy nehezen megérkeztünk a fesztivál területére. Ezt a mindent átható fűszagot majd kihagyom a videóból. Az első nap tök jól telt, fürödtünk az Orfűi tóban, és elvágtuk a lábunkat az alján lévő üvegszilánkokkal, este meghallgattunk 2-3 koncertet, összefutottunk 1-2 nézővel is, majd végül olyan 11:30 fele találtunk egy nagy kivetítőt, ahol minőségi magyar filmeket vetítettek. Ha! Lecseppent egy Bence, nyugi, ez nem olyan durva. Nem szóltam. Bár az áram aztán visszajött, úgy tűnt ennek a napnak itt a vége. A maradék egy koncertet, amire kíváncsiak voltunk az eső miatt lefújták, Bencékkel indultak Pécsre, Kenyék a túltöményteától tombolva totálisan félmeztelenül futkároztak a fesztivál fonnyat füvén, én pedig elhatároztam magamban, hogy kész, én vagyok a legrosszabb fesztiválozó valaha, és éjfél előtt fél órával megtörten a sátramhoz batyogtam, és nekiálltam durván aludni. És amúgy volt valami hihetetlen meditatív abban, ahogy a víz csak jött, én meg a sátorban fekve hallgattam az eső kopogását és az emberek távoli anyázásait. Mintha egy 4DX-es ASMR-ba kerültem volna. Amin persze némileg rondította bennem lévő félelem, hogy na vajon meddig állja a sarat a papírvékony sátor a Kansas-i vihart megszégyenítő cuki nyári zivatarral szemben, és mikortól kezdve fog a sátoron belül állni a sár. Végül ezt a gondolatot sikerült elvetnem és hagyni, hogy az engem körülvevő ASMR álomba ringasson, amit egy kb. 2 órás alvás követett. Ennek Kenry vetett véget, aki olyan hajnali 1:30 fele érdeklődött nálam azzal a kérdéssel, hogy Dani! Dani, ébren vagy? A kérdés megoldotta önmagát, így hát mit volt mit tenni, kikászálódtam a sátorból és velük tartottam. Az eső addigra elállt, az emberek megviselten öntötték ki sorra a sátraikból a felgyülemlett vizet, a koncertről pedig kiderült, hogy mégis meg lesz tartva. Úgy tűnt, még sincs veszve minden. Első állomásként a kajáldák felé vettük az irányt, ahol Kenny meg én be is álltunk egy kézműves hamburgerező előtti sorba. Sajnos azt már csak ezután vettük észre, hogy a finom hamburgerek közül a legolcsóbb is 1800 forint, innen meg csak egyre drágább burger.
hangerek következtek. Mindegy, gondoltuk, éhesebbek vagyunk mi annál, mint sem, hogy ez rossz ötletnek tűnjön, és szépen kivártuk a sorunkat, míg a pulthoz nem értünk. Ahol aztán igencsak meglepő látvány fogadott. A pult mögötti két eladó csávó a nyilvánvalóan túl sok cukor és tea hatására végtelenül illuminált állapotban lötyögtek egy hangszóróból üvöltetett számra, teljesen koordinálatlanul próbálták összerakni a hamburgereket, mellettünk egy hasonló állapotban lévő csávó pedig egy az étlapon szerintem nem szereplő Scooby-Doo-t megszégyenítően telepakolt hamburgert zabált, amit tele volt nyomva sajttal, úgyhogy hamar kedvenc csávezünk arca is hasonlóan járt. Yeah! Köszönt igen koordinálatlanul, de annál vígabban az egyik pultos. Üzgérzek! Egy alapburgert kérek szépen. Ja, én is. Halljátok, ez lehet nem túl formális kérdés, de nincs egy szetszégitek? Nos, Carrie-nél valamiért volt egy, pedig amúgy tökre nem is dohányzik, amit át is nyújtott a fickónak, aki erre nem győzött hálálkodni. Hallott, te sok köszi, emiatt most dupla húst kaptok a burgeretekbe, jó? Sanyi, szóljál már ezeknek a jó arcoknak dupla húst a burgerükbe. Sanyi vagyok. Halljátok, nincs egy szetszégitek? Nos, Carrie-nél, aki tényleg nem dohányzik, volt egy újabb szálcigi, meg egy öngyújtó is, amivel újabb jó pontot szereztünk a barátságos párosnál. Hatalmas arcok vagytok, srácok, emiatt most dupla zsajtot is kaptuk a burgeretekbe, jó? Ne, én nem! Úgyhogy megkaptuk a fejenként kb. 3000 forintot érő dupla húsos, dupla sajtos burgereinket. Mikor a pénzt nyújtottuk érte, a srácok még nagy nehezen lekoccoltak velünk, majd már csak a zenére figyeltek, és a korábbi lötyögést egyre meglepőbb csápolás váltotta fel. Egy ideig még álltunk ott a kis 5000-eseinkkel, hogy most így mi legyen, majd mikor már egyértelműen kiderült, hogy itt tranzakció bizony nem lesz, lassan eloldalogtunk, és pici lelkiismeret furdálással azért, de nekiestünk a hamburgereknek.